Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt. Megszületett a megállapodás tegnap az uniós állam és kormányfők ülésén Ukrajna támogatását illetően. A háborúban álló ország így 50 milliárd eurót kap, amellyel ugyanakkor el is kell számolnia, és erről a bizottság éves szinten jelentést is készít. A csúcs előtt óriási nyomás helyeződött a magyar kormányra, hogy menjen bele az alkuba. Az egyességet pedig Orbán Viktor úgy kommentálta, hogy kiharcoltuk, hogy a magyarok pénzét nem adhatják az ukránoknak. Orbán Viktor miniszterelnök stúdiónk vendége, jó reggelt kívánok. Jó napot kívánok. Ugye azt írta tegnap a média bejegyzésében, hogy Magyarország továbbra is a béke pártján áll. Lehetséges ez úgy, hogy végül az Unió odaadja ezt az 50 milliárd eurót Ukrajnának? Valóban a kulcskérdés itt a béke. Ebben nem állunk jól, mert hogy Brüsszel az a háború lázában ég, és minden a háború körül forog. Tehát az európai vezetők háborús logika mentén érvelnek, Magyarország szerint pedig Brüsszelben mindennek a béke körül kellene forognia, és arra kéne törekedni, hogy minél hamarabb tűzszünet legyen, és utána pedig béketárgyalások. Mert hogy eltelt lassan két év, mindenfajta reményei voltak az ukránoknak is, meg a nyugatiaknak is, amelyek nem teljesültek. A háború továbbra is nyitott, meghalt több százezer ember. Gyakorlatilag öldöklés folyik a frontvonalon, első-második világháborús állapotok vannak. Naponta halnak meg százak és ezrek, nem látni a dolog végét. Nekünk azon kéne dolgozni, a dolgoknak minél hamarabb vége legyen. Tehát ebben a közegben kell Magyarországnak egy békepárti politikát folytatni. Ugye a mi álláspontunk világos, mi nem szállítunk fegy. Nem tudjuk megakadályozni, hogy a brüsszeliek békepárt vagy háborúpártiak legyenek, mert ők más gondolnak a háború kimeneteléről, mint mi. Erről szívesen mondok néhány szót, ha önt ez érdekli. És fegyvert szállítanak, és fegyvert akarnak szállítani a jövőben is Ukrajnába. Mi nem szállítunk fegyvert, nem is adunk pénzt fegyverre. Nagyon fontos dolog, hogy mikor arról beszélünk, hogy most 50 milliárd eurót kap Ukrajna, ezt nem fegyverekre kapja. Az egy másik vita, az is zajlik, az egy másik pénzügyi alap, ilyen orwelli nyelven, peace facility-nek, tehát békeeszköznek hívják, oda kell tenni azt a pénzt, amiből aztán fegyvert küldenek Ukrajnába. Ezt mi nem csináljuk. Van egy vita ennek a megemeléséről, de ez tegnap nem zajlott, ez majd a következő napokban a külügyminiszterek szintén zárulhat majd le. A mi álláspontunk ott is világos, mi nem adunk pénzt arra, hogy abból fegyvert vásároljanak és Ukrajnába fegyver kerüljön, mert mi a béke oldalán vagyunk. Ez az 50 milliárd, amiről most beszélünk, ez nem fegyverre megy. Tehát ez nem egy fegyveres támogatásnak a pénzügyi alapja, hanem ez arra megy, hogy a csődbe jutott ukrán állam ne omoljon össze. Ugyanis az Ukrajna, az ukrán gazdaság lényegében összeomlott. Lélegeztető gépen van. Ha az amerikaiak és mi európaiak nem küldünk pénzt, akkor be kell zárni a boltot. Az azt jelenti, hogy nincs nyugdíj, nincs fizetés, nincs kórház, semmi sincsen. De gyakorlatilag az ukrán állam működésének a költségét állja most ezzel az Európai Unió. Erről volt a vita, hogy ezzel mi legyen. És kétségkívül Magyarország azt szerette volna, hogyha a békéről van szó, a béke érdekében küldünk pénzt és így tovább, de ez nem volt lehetséges, mert továbbra is azt gondolják a nyugatiak, hogy a idő az a mi oldalunkon van. Tehát minél tovább tart a háború, annál inkább javulni fog Ukrajna katonai helyzete. Én meg azt gondolom, hogy ennek az ellenkezője igaz. Azt gondolom, hogy az idő az oroszok oldalán van, és minél tovább tart a háború, annál több ember hal meg, és az erőviszonyok sem fognak Ukrajna javára változni. Akkor miért folytatjuk a háborút? De miután az ukránok döntése, mert az ő országuk, az ő hazájuk, ők háborúzni akarnak, nekünk az a felelősségünk van, hogy egy ilyen rossz kilátásokkal rendelkező hadi helyzetben támogatjuk-e az ukránokat fegyverrel. Ami válaszunk az, hogy nem, mi fegyvert nem küldünk, tehát Magyarországnak továbbra sem kell fegyvert küldenie Ukrajnába. Az a veszély fenyegetett azonban, hogyha nem tudunk megegyezni, akkor az ukrán állam működéséhez szükséges pénzekről 26-os körben megállapodnak, elveszik a mi pénzünket, ami nekünk jár, és azt elküldik Ukrajnába. Tehát nekem úgy kellett tárgyalnom, hogy ezt mindenképpen megakadályozzam, és azért siker a számomra
az éjszaka, vagy az tegnapi tárgyalás, vagy az előkészítő éjszakai tárgyalás, mert a nagyokkal meg lehetett állapodni arról, hogy ez nem fordulhat elő, és akkor Magyarország is részt vállal az ukrán állam működéséhez szükséges pénzek küldéséből, de fegyvert nem küldünk, és Magyarországra továbbra is érkezik az a pénz, ami nekünk jár. A mi pénzünk nem kerül Ukrajnába. Na, itt tudom összegezni a tárgyalásokat. Nem volt könnyű, a témák is nehezek voltak, meg nagyon megoszlottak a vélemények, de a legnehezebb az volt, hogy közben gazdatüntetések zajlottak Brüsszelben, és ahol én aludtam, ott az ablakom alatt kb. 200 traktor állomásodott, és egész éjjel tülköltek, Magnóról bejátszottak ilyen marhabőgéseket, úgyhogy 10 percenként ébredtem fel, és úgy mentem a tárgyalásokra, hogy lényegében egy éjszakám hiányzott. Mondtam is a német kancellárnak, hogy olyan helyzetben voltam, mint a magyar futballválogatott 54-ben, amikor a mi tudásunk szerint az ő szervezésükben a VB döntő előtti éjszaka utcabát rendeztek a magyarok Berni Hotel előtt, és el is vesztettük a döntőt, nem volt jó ómen. Mindjárt beszélünk még a gazdatüntetésekről, mert ugye járt is a gazdák között Brüsszelben, de még azért beszéljünk a garanciákról, amelyek a tegnapi megállapodással kapcsolatosak. Ugye ön azt mondta, hogy két garanciát sikerült szerezni. Egyrészt azt, hogy az Ukrajnának szánt pénzeket, azokat időről időre felülvizsgálják majd. Másrészt ugye, hogy a magyarok pénzét nem adhatják az ukránoknak. Az erre vonatkozó garanciák mennyire erősek? Azok elég erősek. Hát decemberben kiharcoltuk már, hogy a nekünk járó pénzek jöjjenek Magyarországra. Most azt harcoltuk ki, hogy ez ne álljon meg, és ne küldjék át Ukrajnába. És erre vonatkozóan egyértelmű garanciákat kaptam. Nagyon meglepődnék, hogyha ez a megállapodás nem menne teljesülésbe. Ugye említette azt, hogy a háború kimeneteléről azért másként gondolkodnak Brüsszelben, és másképp gondolkodik Magyarország és a magyar kormány. Hát még pontosan, bocsánat, Magyarországnak egy része, mert azért Magyarországon is vannak háborúpártiak, tehát a magyar baloldal az háborúpárti. Hát már 2 évvel ezelőtt is megmondták, hogy fegyvert kell küldeni Ukrajnába, támogatni kell az ukrán katonai akciókat, talán még a magyarok pénzét is odaadták volna az ukránoknak. Tehát a baloldal az arról akar mindig megegyezni Brüsszellel, hogy Magyarország hogy vegyen részt a katonai akciókban, és hogyan kerüljön egyre közelebb a háborús helyzethez. Én arról állapodok meg mindig Brüsszelben, hogy ez hogyan ne történjen meg. Igen, csak közben ugye, hogy más gondol a két fél, azt mutatja az is, hogy például, amikor elkezdődött a háború, emlékezhetünk, hogy a német kormány elsőként 5000 sisakot ajánlott fel. Az elsődleges cél az Putyinnak a megállítása volt, például a szankciós politikán keresztül. És ehhez képest tartunk most ott, hogy például fegyvereket küld az Unió, erre külön támogatási keretet szán, hogy a tagállamok is arról gondolkodnak, hogy akár már repülőgépeket is küldenek. Tehát hogyan jutottunk el szűk 2 év alatt az 5000 sisak az F-16-os repülőkig? Ez az $1 millió kérdés, és a történész lennék, ezt választanám a tudományos disszertációm témájául, hogy ezt föltárjam. Erről ma senki nem tud biztosat. Én is csak annyit tudok mondani, amit a résztvevő megfigyelő szeme rögzített, hiszen a háború kezdete óta tárgyalok Brüsszelben. Van ennek egy természetes lelki folyamata, hogy elkezdesz támogatni valamit kicsibe, egy idő után azonosulsz azzal, akit támogatsz. És ezért már egyszer csak azt vettem észre, hogy úgy beszélnek a háborúról, hogy a mi háborunk. Egyszer csak arról kezdtek beszélni, hogy az ukránok értünk harcolnak, amit szerintem teljes félreértés, hogyha az ukránok nem állítják meg az oroszokat, azok bemasíroznak Berlinbe. Hát, ha elolvassa a német sajtot, akkor ott egy világháborús hangulat van. Holott nyilvánvaló, hogy az oroszok Ukrajnát sem tudják legyőzni egyelőre, hogy tudnának szembeszállni az egész NATO-val. Tehát ki az a marha már elnézést, aki ilyen körülmények között, hogy egy kisebben nem bán el, neki megy az utca legnagyobb fiújának, a NATO-nak. Tehát abszurd érvelések vannak, de az ember valahogy lelkileg azonosulni akar azzal, amit csinál. Az emberek nehezen látják be, hogy valamit elkezdtek, nem volt jó döntés, és változtatni kell. Ez mindannyian emberek vagyunk, ez nem egy könnyű dolog. Ez mondjuk a jó indulatú magyarázat. Aztán azt is láttam, hogy az Amerika barát kormányoknak a hangja, az Európai Unión belül különböző erősségű kapcsolatokat ápolnak az országok az Egyesült Államokkal. És azok, akik erősebb kapcsolatokat ápolnak, azoknak a hangja egyre erősebb lett. Tehát én arra következtek ebből, hogy az amerikai nyomás is egyre nagyobb azokon az országokon, ahol Amerika képes ilyen nyomást kifejteni. Tehát itt összekeverednek
az európai, meg az amerikai szempontok, és gyakran van olyan érzésem, hogy nem az európai, hanem az amerikai érdeket követik egy-egy döntéssel Brüsszelben. Akárhogyan is van ez, majd a történészek föltárják. Egy dolog biztos, béke akkor lesz, ha Brüsszelben változás lesz. Ugye említette már a nyomásgyakorlást, és hát azért Magyarországra is nagyon komoly nyomás helyeződött a csúcs előtt. A Financial Times-ban például megjelent egy cikk arról, hogy hogyan lehet gazdasági és pénzügyi nyomást gyakorolni Magyarországra, ha továbbra sem támogatja az Ukrajnának nyújtandó támogatást. Ön ezt az írást egy zsarolói kézikönyvnek nevezte. Csak Ukrajnáról szól ez a konfliktus, illetve ez a zsarolás Budapest és Brüsszel között, vagy van mélyebb tartalma is? Hát ez egy hosszú szerelmi történet, tehát vagy talán inkább házasságregény. Van abban ilyen is, olyan is. Most éppen Ukrajnáról szól. Persze, amikor a migrációról vitatkozunk, akkor nem Ukrajnáról vitatkozunk, hanem azt gondoljuk, hogy nem akarunk osztozni abba a sorsba, amiben a nyugat-európaiak már benne vannak, hogy tömegével érkeznek illegális migránsok, akik megváltoztatják az életüket. Mármint az a benszülöttek, az őslakos európaiak életét. Mi nem akarunk ilyet. Van ilyen vitánk is. Van egy vitánk a genderről. Ők beküldik ezeket a gyanús identitású szexaktivistákat az iskolába, hogy a gyerekeknek tartsanak felvilágosító előadásokat. Nekem a hátamon a szőr áll felettől. A magyarok ezt semmiképpen nem akarják. És erről van egy óriási vita, mert szerintük ez egy emberjogi kérdés, szerintünk meg gyermekvédelmi kérdés. Tehát számos vitánk van nekünk Brüsszellel. El akarják venni a rezsicsökkentést például. Változtassuk meg a támogatási rendszert. Ugye Európában a legolcsóbb az áram és a gáz Magyarországon. Mi fizetjük, a magyarok fizetik érte a legkevesebbet, ezt ők nem szeretik, ezt meg kéne változtatni, nyilván a cégek a piac javára. Vagy a kamatstoppot, ami a bankok profitját csökkenti, azt is meg akarják változtatni. Tehát nekünk számos vita van, nemzeti konzultáció ezeket a vitakérdéseket szépen sorba szedte, és kértük az emberektől, hogy hát változtassák meg, vagy erősítsék meg a korábbi álláspontjukat, megerősítették, ezeket mind nem akarják. De most nem ezek a viták vannak, tehát amit most látunk, az tisztán Ukrajna körül zajló vitának az eredménye. És valóban az a helyzet, hogy mint minden ilyen vitában, vannak eszközök a brüsszeliek kezében is. Meg a miénkben is vannak természetesen. Igaz, hogy ők 26-an vannak még egyedül, és az eszközök mértéke különböző, de az nyilvánvaló, hogyha nincs megegyezés, akkor persze tudnak nekünk kárt okozni, de az sem lesz kellemes, amit mi okozunk nekik. Ezt mindenki szeretné elkerülni, mert nem azért vagyunk a Földön, hogy nehezebbé tegyük egymás életét, hanem hogy könnyebbé tegyük, és ez nem csak a mindennapi életben igaz, hanem a politikában is. Tehát jobb megegyezni, mint veszekedni. És ezért keressük ilyenkor azokat a pontokat, ameddig mindenki el tud menni. Én elmentem a falig. Tehát azt tudom mondani, hogy ha ez a megállapodás nem jön létre, és Magyarország használja a vétójogát továbbra is, akkor az a helyzet állt volna elő, hogy megegyeznek 26-os körben, elküldik a pénzt Ukrajnának, azt nem tudom megakadályozni, és még a magyaroknak járó pénzt is elveszik, és azt is el fogják küldeni. Miért lett volna ez jó? Tehát ugyanakkor az is világos, hogyha nekik ezt kellett volna csinálni, ez csak óriási konfliktusokon keresztül történhetett volna meg. Ezt mindenki el akarta kerülni. És végül is találtunk egy megoldást, egy megállapodást, egy jó megállapodást. Mi nem küldünk fegyvert, megkapjuk a pénzünket Brüsszelből, és egyébként Ukrajna fenntartásához, civil fenntartásához hozzá fogunk járulni. Említette a brüsszeli gazdatüntetéseket, és hát tényleg, hogyha a képeket nézte az ember, azért az látszott, hogy igen kemények voltak a belga gazdák, akár az Európai Parlament épületével kapcsolatban, de hát Franciaországban, Németországban, számtalan más országban is láttunk hasonlót. Ön szerda este ugye kint járt a brüsszeli tüntetésen, és beszélt a gazdákkal. Mit tapasztalt, mennyire van közel, vagy mennyire áll távol a nyugati elit és a társadalmak véleménye egymástól? Hát ha akartam volna, sem tudtam volna elkerülni, találkozzak a gazdákkal, mert elállták a bejáratot a szálloda a kapujában. Nem miattunk jöttek oda, hanem ott egy kis tér van, és minden teret elfoglaltak, ezt is. Tehát én rögtön beléjük botlottam. Nem volt ellenemre, ugye én falusi gyerek vagyok, én értem, hogy a gazdák miről beszélnek, egyáltalán ezt a traktoros világot is sokra tartom, meg becsülöm, csináltam eleget gyerekkoromban, szóval érdekes volt látni, hogy én spanyolokkal találkoztam leginkább, voltak belgák is, de spanyol gazdák is voltak. Érdekes beszélgetés volt, ami gyerekkoromat fölidézte. Hát ugyanazok a sirámaik vannak, mint a magyar gazdáknak. Tehát nekik az a bajuk, hogy Brüsszel olyan szabályokat hoz, ami a termelést egyre drágábbá teszi a számukra. Ez így van Magyarországon is.
Bizonyos anyagokat nem lehet használni, állatjóléti intézkedéseket vezetnek be, ez mind pénzzel jár. Tehát olyan szabályok születnek, amely a termelés költségeit a gazdák oldalán fölfele nyomják. Ilyen van, ez se jó. De közben mondják a gazdák, és itt van az ő igazságuk, megengedik, hogy olyan országokból hozzanak be mezőgazdasági termékeket Európába, ahol ugyanezek az előírások nem érvényesek. Tehát ott olcsóbban lehet termelni. És mondja a spanyol, meg a magyar gazda, hogy hogy tudnánk úgy versenyezni, ha előírtok nekünk hatalmas költségeket, közben beengeditek azokat, akik olcsóbban termelnek. Hát tönkretesztek bennünket. És ez így van, ez folyik. Ebből egy nagy vita volt. Tehát az ukrán ügyön kívül a miniszterelnökök csúcs találkozóján erről egy nagy vita volt, és többen ingerülten szólaltak föl, hogy ezt a bizottság hagyja abba. Ez lehetetlen. Meg kell változtatni a szabályokat. Most azt lefordítom magyar, ez azt jelenti, hogy nem szabad beengedni az ukrán mezőgazdasági termékeket az európai piacra, így, ahogy ez most történik. De legjobb sehogy se. Most épp a csirkét engedik be. Tehát egy kiló csirkehús előállítása Európában és Ukrajnában teljesen más költségszinten történik. És ez nem fair. Tehát a gazdák ezért vannak ott, és ők mondják, hogy évek óta mondják azt, hogy a szabályok, amik születnek, egyre rosszabbak nekik, egyre nehezebbé teszik az életüket, és senki nem hallja meg őket, nem foglalkozik vele, nem jár el az érdekükbe. Tehát ők úgy érzik, hogy a távolság köztük és a brüsszeli döntéshozók között az ég és föld. És nincs más, hogy meghallják a hangjukat, oda kell állni a terekre, meg kell nyomni a dudát, és össze kell csapni a rendőrökkel, ha jól láttam a Brüsszel belső részein történt képeket, hogy nyomatékot adjanak a problémáiknak. Tőlem azt kérték, hogy blokkoljunk. Tehát, hogy a lengyelek, a szlovákok meg a magyarok állítsák meg az ukrán szállítmányokat Európa határánál, és ne engedjük be. Ha már brüsszelieknek nincs ennyi eszük, akkor legalább a mi gazdáink álljanak oda, és fizikailag ezt tegyék lehetetlenni. Más kérdésekben is jellemző ez, hogy a brüsszeli elit nem hallja meg az emberek véleményét, mert ugye ön is említette a nemzeti konzultációt, tehát Magyarországon megkérdezték 11 kérdésben a magyarokat, és 98-99% a kormányzati álláspont mellett tette le a voksát a válaszadóknak. Mi a helyzet Nyugat-Európában ebből a szempontból? Hát az kétségkívül igaz, hogy az az érzés nem ok nélkül alakul ki, hogy Brüsszel gyakran ahelyett, hogy az európai emberek érdekét képviselni, valaki más érdekét képviseli. Pont olyan egyébként, mint a magyar parlament. Tehát itt is arról van szó, például az ukrán fegyverek ügyében, hogy a magyar baloldalt külföldről pénzelik. Ez napnál világosabb. És azok, akik a pénzt adják nekik, azok mind háborúpártiak. És azért adják a pénzt, hogy belekeverjék a baloldalon keresztül egész Magyarországot a háborúba. Most, tehát világos, hogy a baloldal Magyarországon nem a magyar emberek érdekét képvisel, mert nincs is abban a helyzetben, hiszen aki a pénzt adja, az rendeli a zenét. Most Brüsszelben is gyakran ez van, hogy világos, hogy mi volna az emberek érdeke, de ők a másik oldal érdekét képvisel. Egy nagyon érdekes eset volt, amikor az amerikaiak bevezettek büntető intézkedéseket az európai autóiparral szemben. Amerikai nemzet biztonsági érdekre hivatkozva. Van ennek egy szép neve, amerikai inflációellenes törvény, de ez valójában az európai ipar ellen hozott törvény. És azt vitattuk meg, hogy hogy reagáljunk. És voltunk néhányan, akik az európai érdek oldalán állnak, akik azt mondtuk, hogy azonnal vezessünk be ugyanilyen intézkedéseket, piacvédő intézkedéseket, tükör intézkedésnek hívják ezt. Bevezetjük, utána kezdjünk tárgyalni. De kisebbségben maradtunk, ma a többség azt mondta, hogy nem, először próbáljunk szót érteni velük, aztán majd meglátjuk. Hát azóta is majd meglátjuk. Hová vezet ez a véleménykülönbség hosszú távon, vagy akár rövid távon is, ami kialakult a nyugat-európai elit és az emberek között? Választás van júniusban, ezt demokrácia deficitnek hívják a nyugati szlengben, és ha a demokrácia távolság a választók és a megválasztott vezetők között túl nagy, akkor politikai változás következik be. Ez magyarul elzavarják a vezetőket. A választások ezért kockázatosak. Ha az ember nem jól szolgálja a választók érdekét, akkor bizony elzavarhatják, és időnként el is zavarják. Ez be fog következni szerintem, nagyon könnyen bekövetkezhet, júniusban az európai parlamenti választáson. A magyaroknak is lesz módjuk, hiszen mi is részt veszünk ezen a választáson, hogy ebben az elzavarásban közreműködjenek.
Beszéljünk még egy aspektusáról az Ukrajnával kapcsolatos helyzetnek, méghozzá a magyar-ukrán viszonyról. A hét elején Ungváron találkozott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ukrán kollégájával és az elnöki hivatal vezetőjével, és az ukrán külügyi tárca vezetője a megbeszélés után azt mondta, hogy szerinte sem ön, sem pedig Szijjártó Péter nem orosz pártiak, hanem magyar pártiak. Hogyan értékeli összességében ezt a találkozót? Nem érdekel a véleményük ebben a tekintetben, mert oda azért nem süllyedhet Magyarország, hogy Magyarország miniszterelnökéről és külügyminiszteréről valaki más mondja el, hogy az milyen. Ha mégis erre vetemednék, itt ez történt, akkor azt figyelmen kívül hagyjuk. Ez az, ilyen nincs. Tehát mi egy szuverén ország vagyunk. Nem tartunk igényt az ukránok kóserpecsétjére, hogy így fogalmazzak. Hogy ők mondják meg, hogy mi mik vagyunk. Hát jól nézünk ki. Ezer éves magyar államról nem mondják meg nekem itt a szomszédszlávok, hogy mi kik vagyunk. Majd azt mi eldöntjük. Tehát ezt figyelmen kívül hagytuk. Lehet, hogy ők ezt barátságos gesztusnak szánták, na de egy önbecsüléssel rendelkező országnak ilyet nem lehet mondani, vagy ha igen, ne csodálkozzanak, ha elengedjük a fülünk mellett. Természetesen Magyarország a magyaroké. A magyar kormány a magyarok érdekét képviseli, és csinál egy külpolitikát. Ukrajnával szemben is, az oroszokkal szemben is, Amerikával, meg Brüsszellel szemben is. Hogy egy szuverén államhoz élik, mi ezt csináljuk? Az, hogy megvádolnak bennünket ezzel azzal, az bennünket egyáltalán nem befolyásol. De én arra kértem a Pétert, mert tudtam, hogy valami ilyesmi is történik, mármint a külügyminiszterünket, hogy ne sértődjön meg, és ne úgy reagáljon erre, hogy most én itt beszéltem, hanem legyen udvarias, és mondja azt, hogy reméljük, hogy tudunk jobban együttműködni a jövőben, mint a múltban. Hát nagyon nagy a távolság két ország között számos kérdés megítélésébe. Mi a háború ügyében nem akarunk beleszólni, mert hát ha Ukrajna úgy dönt, hogy vállalja mindazt, ami háborúval jár, ez joga van, mert ők is egy szuverén állam. És azt nem kérhetik persze, morálisan végképp nem követelhetik, hogy mi kötelezően támogassuk az ő harcukat. Mi segítünk nekik egyébként a legnagyobb, nem a háborúban, hanem a békében segítünk nekik, a legnagyobb humanitárius akciót hajtottuk végre, több mint 1 millió embernek biztosítottuk a belépését és maradását vagy áthaladását Magyarországon. Több 10 000 ukrán ember van Magyarországon, akinek mi adunk munkát. Magyarország a magyaroké. De mégis hajlandóak vagyunk ukránoknak munkát adni, mert gondban vannak. 1000 szám vannak ukrán gyerekek iskolában, több mint 1000 magyar iskolában és óvodában vannak ukrán gyerek, akiket ingyen tanítunk. Úgyhogy hátrább az agarakkal, vagy több tiszteletet a magyaroknak. Szóval ez a mi pozíciónk. Az egy másik dolog, hogy van 150 000 magyar, őshonos magyar Kárpátalján, tehát a mai Ukrajna területén, és ők jogfosztásban élnek. Jogfosztásban. Szabályos, régi kommunista időket idéző jogfosztásban élnek. Megtagadják a teljes körű nyelvhasználatot, hátrányok sújtják őket azért, mert magyarok, és ez nem volt mindig így, mert 2015-ig például nem volt jogfosztás a magyaroknál. Tehát az ukránok nem vették el, nem kérdőjelezték meg a magyarok jogait, aztán elvették 2015-be. És most azt ígérgetik, hogy majd visszaállítják. De hát a magyar erre azt mondja, hogy hiszem, ha látom. Itt tartunk most. És a hétfői csúcs után van esetleg egy kicsit több esély arra, hogy ez rendeződjön? Akár a kisebbségekkel kapcsolatos kérdés, akár a két ország közötti viszony? Úgy, ahogy ön mondja, az a pontos megfogalmazás, több esély van. De azt be kell váltani, majd meglátjuk. Ha van beszéd, a tárgyalás, egy érintkezés, az mindig ad egy lehetőséget arra, hogy javuljanak a dolgok. Ha nincs tárgyalás, akkor a dolgok általában rosszabbodni szoktak. Tehát ezért én, nem csak én, hanem a magyar kormány, meg egyáltalán Magyarország azt gondolja, az az érdeke, hogy az ukránok és a magyarok között a problémákról legyen folyamatos tárgyalás. A tegnapi uniós csúcs találkozóról, a gazdatüntetésekről és a magyar-ukrán viszonyról is kérdeztem az elmúlt fél órában Orbán Viktor miniszterelnököt.